2024. január 8-a a dátum, amit minden sportrajongónak érdemes a naptárjába vésnie. Ekkor rendezik ugyanis a 66. alkalommal sorra kerülő 2015 óta M4 Sport az év sportolója gála néven ismert díjátadót, melynek helyszíne immáron második alkalommal a budapesti Operaház lesz, jelentette be az intézmény főigazgatója Ókovács Szilveszter. Művészeti ágként tekintek én legalábbis a sportra, de szerintem mások is vannak így, és nem csak a balett és a torna vonatkozásában áll ez meg, hanem olyan egyéniségek, olyan taktikák, olyan technikai elemek vonulnak fel mindegyik sportágban, és olyan izgalmak is, amelyek egy opera vagy egy balett előadást ugyanúgy szegélyeznek, tehát ugyanazok az elemekből építkezünk, úgyhogy úgy érzem, hogy ide talált valójában ez a gála is, és hát ha szerettünk magunknak azzal hízelegni, hogy mi az összművészet, tehát a minden művészeti ágat egyesítő platform vagyunk, ahol a művészek bajnokai lépnek fel, innen könnyen adja magát már is a bajnokok és a bajnokok bajnokainak kiválasztása, mint ennek a programnak ugye a legfőbb célja talán. A sajtótájékoztató vendége volt az olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel is, aki háromszor is elnyerte az év férfi sportolója díjat, most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, nagykövet és díjátadó is lesz a gálán. 2004-ben, tehát pontosan 20 évvel ezelőtt, hogyha jövői dátumot nézem, voltam először év sportolója a gálán, és amikor itt sétáltam fel a lépcsőn, akkor pont itt említettem főigazgató úrnak is, hogy egészen másfajta érzésekkel jöttem föl itt az opera lépcsőjén, mint a korábbi helyszíneken voltam, és én azt tudom elmondani, hogy jó néhány alkalommal voltam díjazott, voltam meghívott az év sportolója gálán, de azt gondolom, hogy itt az operában, ezen a helyszínen egészen másfajta díjátadó gála lesz. A mindannyiunkat napról napra egyre inkább bámulatba ejtő magyar sport fantasztikus eredményeihez felzárkózva próbáljuk mi is egyre méltóbb körülmények között, módon, fellépőkkel, díszvendégekkel megrendezni az év sportolója gálát. Ez a sportújságírók hagyományos feladata, hogy egy olyan estét szervezünk a sportolóknak, amikor nem sportmezben, nem izzadtan, nem az ellenfelekkel viaskodva, hanem szépen felöltözve, a sport egészét ünnepelve, és valóban igazgató úr szavait ismétlem, a bajnokok bajnokait tudjuk ünnepelni. Az M4 Sport számára rendkívül fontos, hogy ezt a gálát, ezt M4 Sport az év sportolója gálának nevezzék, hiszen mégiscsak az egész évünk, minden évünk arról szól, hogy bemutassuk azokat a magyar sport sikereket, amelyek hatására az emberek büszkébbek arra, hogy magyarok, és talán elkezdenek, vagy megjön a kedvük ahhoz, hogy sportoljanak, vagy a gyermeküket rábeszéljék arra, hogy adott esetben vigyék le őket sportolni, hiszen az M4 Sportnak ez a krédója, ez a küldetése. Ez az egész gála, amit bele is borzongok, valahol azt hivatott szolgálni, hogy tényleg felemeljük és megmutassuk egy országnak egy évben legalább egy napon ilyen méltó körülmények között azt a rengeteg világklasszist, aki nekünk van, nyilvánvalóan korlátozott hely és lehetőségekből adódóan nem tudunk mindenkit ide hívni, de már amikor a 10-es listából a top 3-at megismerhetjük, és a top 3 itt van, és ugye abból kerül ki a végső győztes, azt gondolom, hogy az tényleg egy krém de la krém minden szempontból, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a többiek, vagy akár azok, akik kicsúsztak a 10-es listából, ne érdemelnének legalább akkora megsüvegelendő teljesítményt, és ne kellene legalább úgy megtapsolnunk őket. Az Operaháznál szebb, méltóbb helyszín nem találhatunk ma Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a csúcshelyszín, tehát ennél nincs följebb. De ahogy főigazgató úr is említette, azért az, hogy a bajnokok bajnokai, tehát ott is a csúcs szereplője a magyar élsportnak jöhetnek ide. Egyrészt egészen biztos vagyok benne, hogy a szereplők szempontjából is óriási megtiszteltetés, de nekünk is nagyon jól esik, hogy úgy tűnik az opera befogadó környezetéből, hogy számukra is megtiszteltetés, hogy a Magyarország legjobb sportolói, illetve végül is a sportújságíró társadalom és a hozzátartozó szereplők természetesen ugyanilyen megtiszteltetésnek érzik, hogy ide jöhetnek. Tehát még egyszer, 2024. január 8-a, este 8 óra, M4 Sport az év sportolója gála, az Operából az M4 Sporton.